Az elmúlt évben a koronavírus járvány miatt a nyár második felében rendezték meg a Streetball sorozatot, idén viszont már június 10-én elrajtolt Kőbányán a 29. idény. Az olimpia programján is szereplő 3-3 elleni játék egyre népszerűbb a kosarasok körében, ez bizonyította a második tornára nevező csapatok száma. A nyíregyházi Kossuth téren is környékén kialakított pályákon 67 együttes kosarasai pattogtatták a labdát. A megyeszékhelyen kívül Záhonyból, Újfehértóról, Miskolcról és Debrecenből is érkeztek részvevők, egy erdélyi csapat pedig nemzetközivé tette a tornát. Azt hiszem, hogy abszolút mértékben elégedettek lehetünk, részint az izgalmon ott is túl vagyunk azzal, hogy egy héttel ezelőtt még csak 12 csapat volt, most 67 vagy 68 csapat van. Ez talán ilyen helyi csúcs is. Éppen beszélgettem itt az utánpótlás edzőkkel. Az egy nagyon nagy dolog, hogy a fiatalok ennyire szeretik ezt a játékot, és itt vannak, és én ezzel abszolút mértékben elégedett vagyok. De Kőbányán, ahol voltunk, ott is 100 csapat volt, hogy úgy néz ki, hogy ki vannak éhezve a fiatalok a játékra. Jót tett talán az is, hogy az olimpiai selejtezőn jól szerepeltek a magyar csapatok, és én mindig mondom, hogy lehet, hogy ezek között a gyerekek között lesz olyan, aki majd olimpiai selejtezőre vagy olimpiára megy. Bízom benne. A megyei kosárlabda szövetség átvállalta a csapatok nevezési díjának felét, azzal a céllal, hogy minél több fiatal vegyen kosárlabdát a kezébe. Már második alkalommal ünnepeljük a megyei kosárlabdázás napját, a streetballon, másodszor támogatjuk anyagilag is, és úgy érzem, hogy azzal, hogy rekordot döntöttünk és 67 csapat nevezett, akkor egyértelműen látszik, hogy van értelme, és úgy gondoljuk a szövetség részéről, a megyei szövetség részéről, hogy a tömegesítés, a népszerűsítés, hiszen a streetball erről is szól, az is egy nagyon fontos szerep és nagyon fontos feladat a szövetségünk. A nyár végéig még 5 tornát rendeznek. A Nyíregyházán győztes csapatok bekerültek az országos döntőbe, amelyet a magyar kosárlabdázás napján szeptember 16-án Budapesten a Hősök terén rendeznek meg.